Bódvalenke, Csernej, Borsodnádas után most a napokban fűzérkajatán öltek meg egy idős embert. Sajnos jól látszik, hogy ez most már Borsodló-Zemplén megyében tendencia, hiszen a 4 gyilkosság alig több mint 1 év alatt történt. Az is tendencia, hogy jól megfigyelhető, hogy az elkövetők szinte mindig erőteljében lévő emberek, míg az áldozatok pedig idős, nyugdíjas emberek. Illetve azt sem szabad elfelejtenünk, nagyon sok esetben az elkövetők már visszaeső bűnözők, itt a fűzérkajatai esetében is olvashattuk, de börtönből jött ki, és egy előző Mária Pócsi gyilkosság miatt is már indult ellene eljárás, ahol a helyszínen a DNS-ét is megtalálták, azonban ennek ellenére a bíróság nem találta megalapozottnak a vádat az emberölési kísérletre. Hozzánk eljutott olyan információ is, mely szerint néhány órával ezen gyilkosság előtt a gyanúsított az élettársát is megverte, a rendőrök elvitték, majd pedig azonban elengedték. Tehát jól látszik, hogy a magyar igazságszolgáltatásnak a rendszere, és ebben nem csak a rendőrség, hanem gyakorlatilag az ügyészséget és a bíróságot is belértve, képtelen tulajdonképpen kivonni a magyar társadalomból ezeket az erőszakos elemeket. Jól látszik az, hogy az elmúlt 30 év liberális szemlélete és törvényi szabályozásai nem alkalmasak arra, hogy ezeket az erőszakos embereket kivonják a magyar társadalomból. A Mi Hazánk mozgalom álláspontja egyértelmű kérdésben. Azt gondoljuk, hogy fel kell számolni törvényes eszközökkel azt a szubkulturális környezetet, amelyből ezen elkövetők nagy része érkezik, illetve sokkal szigorúbb büntetésekre van szükség. Nem véletlenül mondjuk, hogy visszaeső gyilkosok számára bizony szibériai bérraktartást kell bevezetni.